Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerlacsik Miklósnak hívnak. Köszöntöm nem csak a jelenlévőket, hanem az élőben interneten igénybevevőket, és köszöntöm a világ különböző pontjairól igénybevevőket, akik a képzést élőben veszik igénybe, illetve majd felvételről is igénybe lehet venni. Kezdjünk is hozzá, szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ. Mi baj van a világunkkal? Jobb irányba kéne menni. Jobb irányba kellene menni? Mit értünk ezzel, hogy jobb irányba kéne menni? Hát túl sok az etikátlanság, elnyomás. Elnyomás, etikátlanság. Türelmetlenség. Türelmetlenség. Szeretethiány. Szeretethiány. Növekszik az infláció? Igen. Hát a pénzünk az jó nagy mértékben romlott. Most a nyár eleje óta, ha megnézzük. Hát a forint az óriási mértékben romlott. Ugye és tudjuk, hogy miért romlasztják a forintot? Á, nem, hát ennek már nagyon egyszerű oka van. Hát, hogy ugye akkor mondok egy forgatókönyvet, jó? És akkor majd emlékezzetek arra, hogyha majd ez a forgatókönyv bekövetkezik, akkor ti már hallottatok erről előre, jó? Tehát ugye az a forgatókönyv, hogy minél többen vegyenek föl hitelt. Méghozzá ingatlanra. Elsősorban ingatlanra vesznek föl az emberek, de fölvesznek másra is, de nyilván elsősorban ingatlanra, mert ugye az ingatlan a nagy értékű. Tehát vegyenek föl minél többen hitelt ingatlanra. Na most ez, hogyha sokan vásárolnak ingatlant, éppen hallottam ma egy statisztikát ezzel kapcsolatban, hogy valami 13 ezer ingatlan cserélt gazdát, tudom én, az elmúlt hónapban. Ez nem kevés. Tehát Magyarországon. Tehát ami azt jelenti, hogy ha sok ember akar venni ingatlant, ugye akkor fölmegy az ingatlan ára. Tehát úgy lehet fölvinni az ingatlan árat, hogy buzdítani kell az embereket arra, hogy vegyenek ingatlant. Nyilván ugye erre pénzük nem csak Magyarországon nincs, hanem a világon gyakorlatilag sehol nincs a lakosságnak tömegesen arra, hogy készpénzből vegyen ingatlan. Ezért ugye fölkínálkoznak a bankok, hogy rajtak keresztül ugye meg lehet venni az ingatlanokat. És ugye sokan vesznek ingatlant, akkor megy fölfele az ingatlan ára. Majd csinálnak egy olyat, hogy gazdasági, hát inkább gazdasági összeomlás, tehát mondhatjuk, hogy válság, mindegy, válság, de inkább összeomlás. Ennek következtében az ingatlan vásárlás azonnal leáll, mert az emberek, hogyha gazdasági összeomlás vagy gazdasági válság van, akkor rögtön elkezdenek takarékoskodni, spórolni. Rögtön megvonják a kiadásokat. Ezáltal ugye elkezdenek nem venni ingatlanokat az emberek, az ingatlan árak rögtön visszaesnek, nagy mértékben. De a gazdasági összeomlás véget, vagy válság véget, a rengeteg munkahely megszűnik. Ennek következtében rengetegen kerülnek utcára, akkor a gazdasági válság következtében ugye lesz egy pénzromlás is, egy infláció növekedés, ugye minél nagyobb a gazdasági válság, annál nagyobb az infláció. Az emberek ugye mivel utcára kerülnek,
illetve nem emelnek fizetést, vagy legfeljebb, sőt vállalkozások lesznek úgy, hogy azt mondják, hogy hát innentől kezdve ennyit nem tudok fizetni, csak ennyit a dolgozóknak. Ha nem tetszik, akkor menj el, majd fölveszek olyat, aki hajlandó azért dolgozni, mivel ugye munkanélküliség lesz, akkor ennek hatására ugye az emberek anyagilag visszazuhannak, nem tudják fizetni a hiteleket, ugye természetesen az ingatlan hitelekre vonatkozik ez majd leginkább, hogy nem tudják fizetni, mert azok a legnagyobb összegű hitelek, tehát nem tudják majd az ingatlan hiteleket visszafizetni, illetve fizetni. A bankok ráteszik a kezüket az ingatlanra, és mivel ugye hát nincs kereslet az ingatlanokra, ezért külföldről fognak bevándorlók megvenni ingatlanokat nagy mennyiségben, olcsón. De ugye számukra még olcsóbb lesz, mert hogyha egy, ha lemegy az ingatlanár, kettő, hogyha van egy nagymértékű pénzromlása a forintnak, ezáltal az ő valutájuk az felértékelődik, nem felértékelődik, hanem a forint értékelődik le az ő valutájukhoz képest. Ezáltal gyakorlatilag sokkal, de sokkal kedvezőbben meg tudják venni az ingatlanokat, mint mondjuk most vennék. Mondjuk ehhez képest féláron, harmadáron, vagy akár negyedáron hozzájutnak majd ingatlanukhoz. És be tudnak költözni olyan országokból emberek, amely nem biztonságos. Mondok nem biztonságos országokat, jó? Izrael, mondjuk most már Németország sem túl biztonságos, Franciaország sem túl biztonságos. Tehát ugye oda, ahol azok már kevésbé biztonságos, Svédország sem biztonságos. Tehát ahol sok bevándorló lett, azok nem biztonságosak. Ugye Izrael meg azért nem biztonságos, mert őket meg, hát magyarul szólva, bocs, hogy ezt mondom, cseszegetik az arabok. És ugye nem csak az arabok akarnak Európába betelepülni, hanem az izraeli állampolgárok is be akarnak települni az országba, és tudomásom szerint itt első információim szerint, amikor velünk megállapodtak a betelepülésre, az még a Gyurcsány kormány ideje volt, és akkor megállapodtak a lengyelekkel is velünk. Hát szerintem azóta már megállapodtak a csehekkel is. Ezt abból az információból vélem felfedezni, hogy három ország van, amely nem akar eurót, hanem saját pénzt akar. Ez a három ország, ez Magyarország, Lengyelország és Csehország. Na most miért? Mert ha euró lenne, akkor az eurónak kéne romlani. És az euró meg nem romolhat az egyéb valutákhoz képest, mondjuk a svájci frankhoz képest, vagy a fonthoz képest, vagy a dollárhoz képest, de a zloty, a korona, a cseh korona, meg a magyar forint, az romolhat a valutákhoz képest. És akkor ők szépen költözhetnek ide be,
azokból az országokból, amelyek már nem biztonságosak. Most nyilván itt arról van szó, hogy jönnek és megveszik az ingatlant. Hát nyilván az arabok ezt nem tudnák megcsinálni, mert az arabok olyan országokba mennek, ahol segélyt kapnak. Tehát ők nem pénzt hoznak magukkal, hogy vásároljanak, hanem pénzt kötnek le abban az országban, ahol bevándoroltak. Ez nyilván egy jobb megoldás, de azért ennek is vannak bizonyos problémái, mert ha gazdagabb réteg beköltözik egy országba, egy nagyobb réteg beköltözik egy országba, akkor az ott lévő elszegényített réteget, vagy benszülötteket, inkább úgy mondanám, szolgának akarnák foglalkoztatni természetesen. Tehát ugye mi lennénk a szolgáik azoknak az embereknek, akik ide bejönnének beköltözőként. Tehát ugye ez a koncepció, amit majd figyeljetek meg a jövőben, jó? Méghozzá nem is kell túl messzire menni a jövőben. Na most, hát ugye hogy tudna az ember ez ellen valamit tenni? Hát a legegyszerűbben úgy lehet tenni, hogy az emberek ne vegyenek föl hitelt. Tehát addig nyújtózkodjanak, ameddig a takarójuk ér. Van ez a mondás. És ne tovább. Tehát ne hagyják magukat megvezetni, ne hagyják magukat rávenni arra, hogy a gazdaság alapja az a hitel, a fejlődés alapja az a hitel. Az anyjukat azt, aki ezt kitalálta. Jó, tehát a hitel az a lakosság megnyomorítója. Az a baj, hogy az emberek mindent elhisznek, amit a propaganda a tévén keresztül nyomat. Szóval a lényeg az, hogy nézzük meg, hogy mi mivel is foglalkozunk. Hát ugye fontos lenne tudni, hogy az ember hogyan működik. Tehát az ember boldogan szeretné élni az életét, beszéljünk arról, hogy mi is kell a boldogsághoz. Szeretet. Hát én nem azt látom, hogy az emberek, azok nagy része, azok szeretetben élik az életüket. Sőt, inkább azt látom, hogy ellentétek vannak emberek közt. Hát eleve a házasságok több mint fele válással végződik. És ebben benne van már az idősebb nemzetének is a statisztikája. Na most, ha az ember boldog akar lenni, akkor a boldogság nem arról kellene, hogy szóljon, hogy összejön valakivel, majd szétmegy, majd megint összejön valakivel, majd megint szétmegy, majd megint összejön valakivel, majd megint szétmegy. Tehát két ember
együtt van egységben. Tehát két ember, egy ember magában csak fél ember. Együtt viszont egységet, egyet képviselnek. Az is fontos lenne, hogy tudjuk, hogy hogyan működik az élet. Most nézzünk egy kis életműködést, jó? Tehát az élet az, amikor az ember működéséről beszélünk, akkor magunkról beszélünk. Magunkról, mint anyagról beszélünk. Amikor az életről beszélünk, akkor a magunk kívüli dolgokról beszélünk, illetve olyan dolgokról is tudunk beszélni, ami kézzel nem fogható. Hát most mondok valamit, mit tudom én mondjuk, próbáld már a történelmet kézzel megfogni. Elég érdekes lenne, meg akarnád a történelmet kézzel fogni. Tehát az élet az alapvetően ugye olyan dolgokról szól, ami nem annyira kézzel fogható. Na most az embereknek ezáltal, ami nem kézzel fogható, nagyon sok embernek az ilyen kérdőjeles. Tehát például az is kérdőjeles sok embernek, hogy létezik olyan, hogy földön kívüli lények. Tehát sokan még mindig a világban, főleg itt a nyugati társadalomban azt gondolja, hogy a világ egyetemben mi vagyunk egyedül. Akkor ugye olyan, hogy Isten, vagy isteni lény, az megint csak sok ember számára, főleg itt a nyugati társadalomban, az megint nem kézzel fogható. Tudjátok, sokan azt mondják, hogy hiszem, ha látom. Hát elég érdekes lenne, hogyha az Istenedet látnád. Már elég nagy problémá lenne, ha valakinek látni kéne az Istenét. Elég súlyos probléma lenne akkor. Tehát amikor azt jelenti, hogy akkor már közvetlen találkozásban vagy vele, akkor már vagy elvittek innen, vagy nem csak te kerültél vele közvetlen kapcsolatba, hanem esetleg mások is a sajátjukkal, ami azt jelenti, hogy akkor lejöttek rendet rakni. Annak meg nem lenne a legtöbb ember számára köszönet, hogyha ők lejönnének rendet rakni. Tehát ezért ugye örüljünk, hogy nem kézzel foghatóak az istenek. Szóval a lényeg az, hogy sok ember számára, ami nem kézzel fogható, az vagy misztikus, vagy hihetetlen. Vagy egyszerűen nem hisz benne. Na most ugye megkérdezném tőletek, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, ami felé halad a világ, de hát mi várható? Ugye az előbb kérdeztem, hogy mi várható ebbe az irányba halad. Illetve nem kérdeztem, most kérdezem. Mi várható? Mert az előbb ugye azt kérdeztem, hogy mi baj van a világgal. De mi várható, ha ebbe az irányba halad? Tehát nem tudom, milyen trendeket látsz, tehát milyen irány látsz? Hát egyáltalán nem jókat. Meg most már az interneten is vannak különböző megosztás. Na most én mondok egy-két irányt. Tehát ugye azt látni, hogy akik dolgoznak ma a bolygón, azoktól egyre nagyobb az elvonás. Mert egyre több olyan ember van, hát aki nem dolgozik. Így van. Ezáltal ugye azoktól, akik dolgoznak, egyre többet vonnak el. Tehát gyakorlatilag ma mondhatjuk azt, hogy olyan társadalomban élünk, ahol büntetik a munkát. Szó szerint.
a nem munkát megjutalmazzák. Na most van az emberrel kapcsolatban egy szabály, ha nem dolgozást jutalmazod, akkor nem dolgozást kapsz. Tehát az, aki jutalmaznak, mert nem dolgozik, az utána nagyon nehezen akar dolgozni, vagy sehogy. Van egy másik szabály, hogyha a dolgozást bünteted, akkor ismét nem dolgozást kapsz. Ami annyit jelent, hogy a dolgozókat büntetik adókkal, akkor egyre inkább az embereknek a kedve elmegy a munkától. Tehát lassan olyan társadalomba jutunk, ahol az emberek azok nem dolgoznak, vagy nem nagyon szeretnek dolgozni, vagy nem nagyon akarnak dolgozni, mindegy, valamilyen bevételből élnek. És gyakorlatilag, ha az ember nem tölti el kellőképpen az idejét, akkor unatkozik, és elkezd hülyeségekkel foglalkozni. Tehát unalmában az ember elkezd hülyeségekkel foglalkozni. Ha az ember leköti az energiáit tevékenységgel, akkor nincs ideje hülyeségekkel foglalkozni. Tehát mi emberek így működünk, az élet meg úgy működik, hogyha az ember nem, miért született ide? Ugye ez már az élet része. Hát az ember azért született, hogy megtanuljon teremteni. Tehát ugye minden embernek meg kell tanulni valamilyen szinten a teremtést itt a bolygón. Na most, ha valaki nem dolgozik, akkor nem tud teremteni. Az nem teremtés, hogy elmész bulizni. Oké, az nem teremtés, hogy mondjuk elmész kirándulni. A köze nincs a teremtéshez. A teremtés az, amikor létrehozol, vagy alkotsz. Tehát nekünk teremteni kellene, mert ugye az lenne a lelki fejlődésünknek a folyamata, hogy teremtővé váljunk. És a legkönnyebb a teremtést az anyagi világon keresztül elsajátítani. Tehát mondhatnánk azt, hogy az anyagi világban való teremtés az a, hát, óvoda. Az az óvoda. Nem iskola, csak óvoda. Szóval a lényeg az, hogy amiket tőlem hallasz majd, az nem fontos elfogadni. Én tudom, hogy mi hogy van, mert informálnak ezzel kapcsolatban. Olyan lények, akik nem kézzel foghatóak. És én tudom, hogy mi hogy van, vagy mi hogy nincs. És azt is tudom, hogy ez így van. Tehát amikről beszélek, ezek így vannak. Tehát mi emberek, meg itt kellene tanulnunk a teremtést. Na most ehhez képest az egész világban az emberek egyre kevésbé akarnak dolgozni. Tehát azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk a teremtést, mi emberek, és a teremtés egy magasabb fokára jussunk egy élet után, egy élet után, tehát nem sok élet után, egy élet után, hogy magasabb fokára jussunk a teremtésnek. Na ehhez képest az ember egyre kevésbé akar dolgozni, egyre kevésbé akar teremteni, és más nem akar csinálni, csak szórakozni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a szórakozásnak semmi köze nincs a teremtéshez. Semmi.
Most akkor nézzük tovább, hogy ugye mi azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk a teremtést. Hát miért vagyunk, tehát hogy kerültünk ide? Ugye azért küldték ide le a lelkeket, ebbe a testbe, hát hogy kijárják azokat az idézőjelbe iskolákat, hogy képessé váljon az ember tényleg teremtőként működni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy a lelkünk teremtőként működni. Na most, azért úgy megkérdezném tőled, hogyha mit csinálnál azzal, hogyha elindítanál valamilyen projektet, akár egy vállalkozás keretében, vagy bármilyen módon, és azt látnád, hogy ez nem afelé halad ez az egész. Mondjuk lenne, igen, legjobb példa talán, hogy vállalkozás. Tehát elindultál egy vállalkozást, aminek lenne egy kitűzött célja, amihez föl is venni mondjuk alkalmazottakat, és akkor egy idő után kiderülne, hogy hát az egész abszolút nem arra felé halad, amerre te akarod, és az emberek ott nem akarnak dolgozni abban a vállalkozásban, amit létrehoztál. Aha, mit csinálnál? Hát hagynád, hogy az emberek ott ne dolgozzanak, nem? Biztos, nem? Csak adnád nekik a fizetést, nem? Nem számítana az, hogy hát nem arra haladnak, egész más csinálnak. Csinálják mondjuk munkaidőben mondjuk a magánügyeiket, de neked nem akarnak dolgozni. Akkor mit csinálnál mondjuk avval a vállalkozással, vagy azok az emberekkel, akik ott vannak benne? Hát valószínűleg úgy kirúgnád őket, hogy lábuk sem érne a földet, nem? De az biztos, hogy nem adnál nekik egy vasat se. Nem így van? Hát ha egy kis csöppeszed van, akkor biztos, hogy ezt csinálnád. Én meg ezt feltételezem, hogy ezt csinálnád. Na most gondolj bele, ők elindították azt a projektet itt a földön, nem most, már rég, hogy az ember egy élet alatt egy teremtővé váljon, tehát egy magasabb létformába képes legyen felemelkedni, tehát képes legyen a teremtésre. Tehát mint mondjuk a vállalkozásban az, hogy képes legyen jól dolgozni abban a vállalkozásban, képes legyen arra felé vinni a vállalkozást, amire te szeretnéd, és akkor ehhez képest ugye nem ez van. Tehát ugye nekik az egy segítség lenne, a teremtőknek, hogyha mi is mellettük teremtőkként működnénk. De nem ezt csináljuk, hanem itt a Földön csináljuk a saját kis hülyeségeinket. És nem afelé haladunk, hogy egyre inkább teremtők legyünk, hanem minthogyha ahogy az emberek idősödnek, mintha nem okosodnának, meg bölcsebbé válnának, hanem mintha hülyébbek lennének. Tehát most mondok példát, tehát azok például, akik a szocializmusban, most nem visszasírom a szocializmust. Ugye én a szocializmusban már felnőtt voltam, ezért ugye emlékszem rá, de ott nem volt divat, hogy az emberek hitelt vegyenek fel. És nem volt divat, hogy mindent hitelből finanszírozzanak. Most azok, akik ott már felnőttek voltak, tehát mondjuk az én korosztályom, és a szocializmusból mondjuk nem igazán vettek föl hitelt, sőt azt látták, hogy ott senki nem hitelből építkezik, vagy bármi más csinál, vagy vásárol. Hát azok is most ebben a társadalomban hitelből próbálnak boldogulni. Tehát magyarul nem okosodtak, hanem elhűltek. Nem tudom, elég világosan fogalmaztam el.
Tehát, és nem kevés ember csinálja ezt, hogy az elhűlés tendenciáját mutatja, akkor mondok nektek ezzel kapcsolatban példát, ugye, demencia. Gyerekkorodban láttál demens időseket? Nem. Nem voltak ilyenek. Nem voltak demenciával küzdő idősek. Tehát nem voltak elhűlő idősek. Én emlékszem a nagyapámra, ugye egy ház, három generációs családban laktunk, és 80-valahány évesen teljesen toppon volt az öreg, szellemileg, minden téren. És gyakorlatilag, tudom én, két vagy mondjuk két hónap alatt épült le a halála előtt. Nem, de akkor se szellemileg, fizikailag. Ezt úgy hívták akkor, hogy végelgyengülésbe halt meg. Tehát ilyen 87 éves, hogy hogy volt. De szellemileg toppon volt az öreg teljesen. Tehát nem volt demencia, érted? Tehát megnézed, van ez a... Azt mondja, hogy mindig összekeverem, van a Parkinson, meg a másik mi? Alzheimer, így van. Így van, melyik a Parkinson? A remegés? És melyik az Alzheimer? Ja, hogy ilyen lebénul. Elfelejt dolgokat, meg ilyeneket. Na most, ha ezeket jobban megnézed, megint visszaemlékszel a múltba. Tehát én nem emlékszem arra, hogy gyerekként, hogy régen az idősöknél lett volna ilyen probléma. Nem voltak parkinsonosok, vagy alzheimeresek, érted? Egyet. Hát olyan volt, amelyik egy kicsit remegett, én is emlékszek olyanra. De nem olyan, hogy nagyon, érted? De nem volt jellemző. Nem. Tehát régen nem volt jellemző. Tehát a végig gondolod, régen például nem volt olyan, hogy nyugdíj. Tehát egy idősnek, mint például az én vidéki nagyapámnak, annak... Be kellett addig segíteni a család életében, ameddig élt. És fönn kellett tartani valamilyen szinten magát, ameddig élt. Tehát nem úgy, hogy kapott nyugdíjat. Ami azt jelenti, hogy az ember ahhoz, hogy fönntartsa magát, főleg úgy, hogy nem volt alkalmazott, ő sose. Hát az ezért kell egy kis gógyi, nem? Mert ugye egy alkalmazottnak megmondják, hogy mit csináljon, egy vállalkozónak meg ki kell találnia, hogy mit csináljon. Azért ugye ez nagy különbség. De ha nem vállalkozóknak nevezzük a múltban, hanem a magángazdáknak, ugye mert a kisebb-nagyobb magángazdaságok voltak, hát akkor is ki kellett találni, hogy mit csináljanak. Tehát ami azt jelenti, hogy használták az eszüket. Most sajnos általános bolygó szinten az elhűlés. Most mondok példát, nem tudom, hogy ez elhűlése, de nagyon egyszerű dolog. A nők kezdenek úgy működni, meg úgy öltözni, már régebb óta, mint a férfiak. Nem? Így van, ilyen tarhajnőknek, meg stb. Igen, hát lassan már nehéz megkülönböztetni, hogy férfi vagy nő. Tehát, mit tudom, hogy lassan már oda jutunk, hogy már hát minek a mell? Hát le kell amputálni, érted? Mert a férfiaknak nincs, ugye? Hát meg akkor aggasszunk műfütyit, nem? És akkor már tényleg olyanok lesznek, mint a férfiak. Könnyebb pisilni, tudod? Nem kell legugolni. Szóval a lényeg az, hogy a férfiak meg mit csinálnak? Szörtelítik magukat. Érted?
akkor mit tudom én, nem láttam férfit régen olyanba, hogy alacsony szárú zokni, titok zokni. Ilyen nem volt. Az titok zoknit a nők hordták. Most férfiak titok zokniba járnak, érted? Tehát snasz nekik a hosszú szárú zokni. Aztán meg megeszi a cipőt. Ami azt jelenti, hogy, kezdenek ilyen unisex módon működni a férfiak meg a nők. Tehát a férfiak elkezdenek hasonlítani a nőkre, a nők meg elkezdenek hasonlítani a férfiakra. Na most ha ez nem elhűlés, akkor mi a büdös franc? Bocs, hogy ezt mondtam. Ezt ne vágd, légy szíves. Nem vágom. Ez benne marad. Gondoljatok végig. Akkor mondok más dolgot, jó? Megint elhűlés. Megint visszaemlékszek, hála Istennek nem 20 éves vagyok. Hála jó Istennek. Az én, mikor én voltam 20 éves, akkor a férfiak azok nem voltak sokkal jobbak abból a szempontból, mint most a férfiak. Szerették az alkoholos italokat. És a férfiak, ha találkoztak egymással, akkor jellemző az volt, hogy alkoholizáltak. Tehát én is, mit tudom én, elmentem egy lagziba, már 14 évesen ittam alkoholt, érted? De a lányok nem. Azok nem ittak. A lányok azok nem. Tehetek, múltak az évek, és még az volt, vagy évtizedek, hogy a nők azok nem. Azok nem piáltak. Most már ugyanúgy isznak, mint a férfiak. Hát ez nem elhűlés, akkor mi a fészkes fene? Ez nem, ez elhűlés. Nem, nem. Hát ha megnézitek a médiát, egy filmet, akkor ott isznak a nők, mint a kefekötők. Így van. Hát persze, hogy ezt a mintát látják. Hát ugye milyen mintát látnak? Hogy azt a mintát látják a filmekben, hogy az egyszábelű nő hülyére veri az ekkora dabális állat férfit. Nem? Tehát a filmekben azt sugallják, hogy a nők azok, ha legyenek erősek, erőteljesek. Ha már a jellemző férfi szerepekbe is a nőket akarnak rakni. Tudom, lehet, hogy a következőben a James Bond az menő lesz. Na most, ez most miért mondom? Hát, hogyha egy ember néz egy filmet, és a filmben hülyeségeket lát, akkor nem kell hülyévé válni. Mert az az elhűlés része. Tehát az ember hülyeséget lát, attól még mondhatja azt magába, hogy ez hülyeség, és ezt a hülyeséget én biztos, hogy nem fogom követni, és senkinek nem mondom, hogy kövesse. De valaki azt mondja, hogy oh, hát ez a minta számomra innentől kezdve, akkor ez tipikus elhűlés. Most akkor ugye megkérdezném, hogy szerintetek hova fajul ez az egész? Hát a társadalmi elutaláshoz. Hát szó szerint, hogy ilyen
Hát ilyen olyan emberekké váljunk, akit így megfogsz és arra elöksz, és akkor elmegy arra, érted? Igen. Most is jellemző. Persze. Tehát, hogy egy embernek ne legyen épp-kézláb gondolata. Tehát az elhűlés azt jelenti, hogy képtelen legyen gondolkodni. Tehát itt vagyunk emberek, és afelé viszik az egész társadalmat, a bolygón, hogy ne legyünk képesek gondolkodni. Miért? Mert ha egy ember nem képes gondolkodni, akkor rászorul olyan emberekre, akik gondolkodnak helyettük. És akkor onnantól kezdve, akkor vakon követik azokat, akik gondolkodnak helyettük. Világos ez? És ők ezt akarják, a hatalom, ma a bolygón, hogy az emberiség vakon kövesse őket, ezt akkor tudják elérni, hogyha az emberiséget elhűítik. Na most mondok példát. Itt van a választás egy hét múlva. Nem akarok politizálni. De hallasz-e, tehát régebben, mikor a rendszerváltás utáni időszakban egy jó darabig, minden választás előtt a kampányt azt jelenti, hogy tehát megismertetik a lakossággal azt, hogy ők mit szeretnének megvalósítani, ha őket megválasszák, nem? De ez a normális. Most nem erről szól egy választási kampány, hogy ők mit akarnak megvalósítani, hanem azt, hogy miért ne szavazz a másikra. Érted? Tehát csak arról szól mindnek a kampánya, hogy a másikra miért ne szavaz, a másik jelöltre miért ne szavaz. És ez már nem tudom mióta, de már egy jó ideje így van. Hát kb. 10 éve, ilyen 10 éve már ez így van. 10 éve ez már így van. Na most ez akkor még micsoda? Ez a hatalom, tehát a hatalom elhűíti a lakosságot. Szó szerint. Tehát azok, akik azt akarják, hogy hatalomban legyenek, azok elhűítik a lakosságot. Az egy hűítés, hogy miért ne szavazz arra. Hát nem azt kell mondani, hogy miért szavaz rám. Nem? Hát egy választás arról szólna, hogy miért szavazzon rá az illető. Nem arról, hogy miért ne szavazzon a másikra. És az emberek ezt valahogy nem látják el. Nem látják át? Na most gondoljátok bele, mi azért jöttünk ide a bolygóra, ez az óvodája a teremtésnek, hogy megtanuljuk a fizikai teremtést. Az aranykorban lesz feladat a szellemi teremtés megtanulása. Most ebben a földi létünkben a fizikai teremtést kellene megtanulni, de azt munkanélkül nem lehet megtanulni. Azt csak munkával lehet megtanulni. Ehhez képest egyre inkább nem teljesítjük ezt a feladatot. Ezért ugye mit tehettek a fentiek? Hát nagyon egyszerű, amit tudnak tenni, két dolgot tudnak tenni. Az egyik az, fogják és elsöprik az egészet, úgy, ahogy van. Világ vége. Volt már egy párszor. Csak az a baj, hogy túléltek emberek. Hát voltak túlélők. Minden világ végének voltak túlélői. Akkor nincs túlélője a világ végének, ha szétrobbantják a bolygót. Na akkor nincs. Ez az egyik megoldás. Ez a drasztikus megoldás. Vagy van egy másik megoldás, hogy leküldenek
olyan lelkeket, akik azért születnek le, hogy segítsenek az emberiségen, kivezessék az emberiséget ebből a slamasztikából, amiben belehúzta saját magát. Hogy küldenek le? Hát nem úgy, hogy fogják, azt lejönnek, nem. Hát ezt nem tudják megcsinálni, nem is akarják, hanem úgy, hogy leszületnek egy emberi testbe. És bevállalják azt, hogy ez lesz az ő küldetésük, hogy az embereket kivezessék a földi létből. Tehát ebből a fajta működésből, inkább úgy mondom. És de ehhez beszületnek ugye egy testbe. De azt is bevállalják, hogy követik azokat az instrukciókat, amit a megállapodás kötővel kötöttél, és követik továbbra is az életükben, akivel a megállapodást kötötték, annak az instrukcióit. Ez olyan formában történik, vagy történhet, hogy az ember lelke kap információt, hogy mi lenne a helyes adott esetben, vagy mit ne tegyen adott esetben, és akkor a lelke már megsúlja az illetőnek, hogy na most adott esetben ezt tegyed. Na ez ilyen formában kellene, hogy működjön azoknál a személyeknél, akik arra szerződtek, hogy majd kivezetik az emberiséget ebből a slamasztikából. Nyilván ez nem egy emberről szól, egy emberes történet, hanem ez nagyon sok emberes történet. A slamasztikából egyféleképpen lehet kivezetni az embereket, összefogással. Az emberek nem fognak össze, az ilyen típusú emberek nem fognak össze, akkor hát akkor nem lesz kivezetés. Tehát össze kellene fogni az ilyen típus emberek, de honnan tudja az ember, hogy ilyen típusú? Hát eleve ott kezdődik. Ha vannak szellemi indítatású dolgai az illetőnek, szellemi nyitottsága, spirituális nyitottsága, és túlélte a nehéz élethelyzeteit. Jó? Mert lehet, hogy pont az kellett, hogy tudatára ébredjen a nehéz élethelyzet. Mert ugye a könnyű élethelyzetben nem biztos, hogy az ember tudatára ébred. És azok az emberek, akik nyitottak a szellemi dolgok irányába. Na most mindjárt ezt a gondolatot folytatva, van egy megelőző gondolat, hogy régen, ha megnézed, visszamész. Ilyenfajta szellemi nyitottság, mint ami most itt van a PPH-nál. Tehát nem az én időmről beszélek, már még régebről, de akár az én időmben. Már az én fiatal koromban sem volt. Régebben meg aztán végképp nem volt. Tehát én soha nem hallottam, hogy a nagyszüleim gyerekkoromban ilyenekről beszélgettek volna, mint amiről mi tudunk már beszélgetni. Tehát soha nem hallottam ilyenről. Egy szót sem. Tehát ami azt jelenti, hogy régen igazából az emberek az anyaggal foglalkoztak, és az anyagban keresték a teremtést, és ez volt a természetes. Tudod miért? Mert nem volt elhűlés. Tehát nem volt elhűlés, mint most. És nem kellett leküldeni
embereket arra, hogy ezt az elhűlést visszafordítsák. Értitek? Na most, akik itt vannak a PPA-ban, már tanulóként, tanulókról beszélek, az nem valószínűleg, és nem minden bizonnyal, hanem 100%-osan tudom állítani, hogy fényküldöttek. Más néven fénymunkások, jobban tetszik. A fényküldöttek azzal a céllal születtek le, hogy kivezessék az emberiséget ebből a slamasztikából. Na most ezt nem lehet megcsinálni egyénileg. Nem lehet megcsinálni egyénieskedéssel. Nem lehet megcsinálni egóból. Ez csak együttműködve lehet megcsinálni. Ezért nem lehetett megcsinálni a múlt században, mert az energiák nem a társulásokat szolgálták, hanem az egyénieskedést szolgálták. Ebben a században viszont már a társulások energiái működnek. Az együttműködés energiája működik. Hát azok az emberek, akik itt vannak, azok fényküldöttek. És olyan képességekkel tudnának rendelkezni, ha felismernék a saját fényküldöttségüket, ami az átlag feletti. Hát eleve ott kezdődik, hogy az átlag az mit csinál? Az átlag az pénzért dolgozik, és utána alig várja, hogy szabad ideje legyen, és a pénzt elköltse. Nem? Most az, hogy milyen formában költik el, az most részletkérdés. Na ez az átlagember. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a pénzért él. Mert ha nem lenne pénz, akkor nem tudna pénzt költeni. Na most az, hogy egy ember a pénzért éljen, az egy nagyon alacsony szellemi szint. Az a legalacsonyabb, ami létezik. Tehát annál alacsonyabb már csak az, amikor az ember ilyen magvakon él. Meg gyökereken, tudod. Annál csak az alacsonyabb. Szóval a lényeg az, hogy itt vannak tanulóink nem kis számban. Mondhatjuk azt, hogy Magyarországon a legnagyobb spirituális közösség vagyunk. Tehát közösség. Tehát nem olyan, hogy van egy tanító, és akkor csinál rendezvényeket időnként, és akkor ott néha vagy ez, vagy az, vagy azok megjelennek. Tehát rendszeresen az emberek összejárnak, vagy személyesen, vagy az interneten keresztül, találkoznak egymással. És nagyon sok olyan ember van, sokkal több ennél, aki nem tanuló, csak weboldal használó. Tehát a weboldalon lévő dolgokhoz hozzá tud férni. És akkor még többen vannak olyanok,
akik a YouTube-on nézik a felelhető előadásokat. Közben ez a lélekszám, ez a háromféle lélekszám, ez tudja, hogy mind azért született le, hogy emberek életét jobbá tegye. Na most ez a három együtt, ez ilyen, hát sok tízezer. Pontosan mennyi nem tudom, de sok tízezer. Tehát lényeg az, hogy ez a sok tízezer ember nem tudja, hogy ő fényküldött, vagy fénymunkás. Vannak, akik tudják, vagy sejtik. Sokan azt se tudják, mi az. Fogalmuk nincs. De már beszéltem róla, hogy arra jöttél ide le, hogy kividd az emberiséget ebből a slamasztikából. Nyilván egyedül ezt nem tudod megcsinálni. Együtt tudjuk megcsinálni. Tehát lényeg az, hogy ez a sok ember nagy része, ez valamilyen formában igénybe veszi a képzéseket. Ugye a nagy része az díjmentesen vesz igénybe. És azt gondolja, hogy majd abból mérhetetlen tudásra fog szertenni. Tehát mérhetetlen tudásra úgy lehet szertenni, hogy az ember rendszeresen az élet minden területére vonatkozó, lépésről lépésre elérhető tudást szerez. Na azt az interneten soha senki nem fogja megkapni, főleg nem díjmentesen. Tehát, hogy az élet minden területére tudással rendelkezzen az ember, és ne össze-vissza legyen az információ, hanem lépésről lépésre egymásra építve. Ezen túlmenően azt se tudják az emberek, hogy ahhoz, hogy az ember ténylegesen fejlődjön, nem elég a tudás, hanem kell tapasztalat is. Tehát az elmélettel a legtöbb esetben kitörölheti az ember a hátsóját. Kell gyakorlat. Sokan azt gondolják, hogy a gyakorlatot majd megszerzi úgy, igaz, hogy a családján keresztül mondjuk. Van olyan hatalmas családod, aki mondjuk több száz vagy több ezer fős? Nem hiszem. Akkor vannak, akik úgy gondolják, hogy majd a tapasztalatot úgy szerzik meg, hogy elindulnak egy bizonyos területen. Mit értünk az, hogy bizonyos terület? Tehát az élet az nem egy szűk ösvény. Érted? Tehát nem abból áll, hogy mondjuk tudjon valaki meditálni. Kell, hogy tudjon valaki meditálni, de nem abból áll az élet. Vagy nem abból áll, hogy valaki képes arra, hogy egy másik szemét meggyógyítson. Az megint egy szűkösvény, érted? Tehát ha valakinek vannak olyan képességei vagy tudása, hogy képes gyógyítani természetes módon egy másik szemét, az az életnek egy kis szűkösvénye. Ugyanúgy, mint a meditáció is egy szűkösvény. Az embernek van valamilyen életterületre tudása, az mind-mind egy ösvény. De nem egy négysávos autópálya.
Na most haladtál már életedben ösvényen? Egy ösvényen úgy haladnak az emberek, hogy egy libasorba, egymás mögött. Ha libasorba haladtok, hogy tudtok egymásnak segíteni? Hát úgy, hogy az egyik húzza a másikat, vagy tolja, érted? Tehát tolni, húzni lehet egymást, nem? Na most egy szélesebb úton, ahol elfértek egymás mellett, ott az emberek libasorban szoktak közlekedni? Hanem egymás mellett. Ami azt jelenti, hogy az emberek egymásba is tudnak karolni, nem? És tudnak úgy menni, hogy egymásba karolva. Kinek van gyereke? Gyereke. Nem tudom, csináltad-e a gyereknek kiskorában azt, hogy a pároddal, amikor a gyerek elfáradt, akkor sokat mentetek, akkor fogtátok, és akkor fölültettétek ide. Megfogtátok egymás kezét, így ilyen. És a gyerek az, ketten vittétek, a gólya viszi a fiát. Ketten vittétek a gyereket. Mert nem volt mondjuk babakocsi. És már nagy volt a gyerek, tehát simán tudott menni, de mégsem bírta úgy fizikailag a sétát. Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebb egymás mellett segíteni, mint ha egymás mögött halad az ember. Tehát az életünk az nem egy szűk ösvény, hanem egy nagyon széles út. És nagyon széles úton sok ember tud haladni. Egy szűk ösvényen csak libasorba tudnak az emberek haladni. És az embereknek haladni kellene. És nem úgy kellene haladni, hogy egymás után, hanem egymás mellett kellene haladni, hogy haladjunk. És akkor sokan azt gondolják, hogy valamilyen spirituális területen elindultak, ami az életet szűk ösvénye, és ezzel ő fényküldöttként teljesíti a küldetését. Hát óriási tévedésben él. Hát nem tud segíteni az embereknek. Nem tudja magával vinni az embereket. Most gondolj bele, mondjuk 100 ember egy szűk ösvényen milyen hosszú lánc. Ugye mert távolságot is kell tartani, hogy ne lépjünk a másik sarkára. Az legalább egy 100 méter hosszú sor, nem? Minimum alsó hangon, de inkább több. Na most mondjuk egy négysávos autópálya szerű széles úton 100 ember hány sorba tudna elférni? Hány méteren keresztül lenne a sornak a hossza? Hát sokkal kevesebb. Tehát együtt tudnának haladni. Érted? Tehát ha az ember olyan területtel foglalkozik, ahol rendelkezésre áll az élethez szükséges minden tudás, akkor előrébb jut. Jobban tud az úton haladni, nem tudom, ez világos. Tehát egy ember, aki azért született le, hogy segítsen az emberiség számára, akkor az nem azt jelenti, hogy majd ő egyedül tudásra tesz szert, de nincs kinek átadni. Na most, az embernek ezáltal, hogyha fejlődni akar, nem elég egy szűk terület, az élet minden területe kell, ez az egy. Kettő, lépésről lépésre kell felépíteni, és egymásra épülve a tudást. Harmadik, hogy egy ember egyedül nem képes minden élethelyzetet megélni. Nem képes minden élethelyzetet megélni. Hanem
annyi élethelyzetet tud megélni, amennyit belefér az életébe. De mondjuk 100 ember 100-szor annyi élethelyzetet tud megélni. Ha az ember benne van egy olyan csapatba, ahol ráláthat mások élethelyzetére, akkor nem kell neki olyan élethelyzeteket megélni, amiből tud tanulni másoktól, nem tudom, világosan. Tehát gondolom, nem is szeretnél minden élethelyzetet megélni ebben az életedben. Tehát amikor te valamikor panaszkodtál egy nehéz élethelyzetre, hidd el, hogy annál vannak sokkal nehezebb élethelyzetek. Ezért ugye nem is javasolnám számodra, hogy te minden élethelyzetet meg akar élni. Nekem csapatom van 91 óta. Akkor kezdtem el szervezni a csapatot, és azóta van változó létszámú és változó, hát emberekből álló csapatok. De valamilyen szinten bizonyos emberek ugye nem változtak abban a csapatban, mármint úgy értve nem változást, hogy maradtak. Tehát nem kerültek ki a csapatból. Ezáltal ugye nekem nem kellett minden élethelyzetet megélni, mert láttam mások élethelyzeteit. És mivel én hoztam létre a csapatot, rálátásom van, és volt más emberek élethelyzetére. Ha te hozol létre egy csapatot, akkor neked is rálátásod lesz más élethelyzetére, amiből tudsz tanulni. Ha te nem hozol létre csapatot, soha nem lesz rálátásod más élethelyzetére. Van, aki, amikor beszámol egy élethelyzetről nekem, azt mondja, hogy erről én másnak még soha senkinek nem beszéltem. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ha neked nincs egy saját csapatod, akkor nem leszel másokkal olyan bizalmi viszonyba, hogy megosszanak veled olyan élethelyzeteket, amiről egyébként másokkal sose beszélt. Na most, ha nem osztanak meg veled majd emberek élethelyzeteket, akkor meg miből tanulsz? Miből lesz tapasztalatod, inkább úgy mondom, mert tanulsz, elméleted itt lesz, de miből lesz gyakorlati tapasztalatod? És a bolygón ez az egyetlen közösség, független közösség, ahol ez kivitelezhető. Hogy ide jöjj tanulni, minden tudást egymásra épülve megkapsz, ami az élethez és az ember működéséhez kell, és van lehetőséged arra, hogy legyen saját csapatod a nagy közösségen belül, hogy megtanuld azokat az élethelyzeteknek a kezelését is, amit te még soha nem éltél meg. Érted? Persze, ehhez kell az, hogy tegyél valamit. Tehát kell cselekvés, amiről most a mostani jelenlegi társadalom pont arról gondoskodik, hogy te ne akar cselekedni. Pont arról gondoskodik, hogy bünteti a munkát, és jutalmazza a nem munkát. Na most egy ilyen társadalomban ugye azt tanítani, hogy hozz létre egy saját csapatot. De megvan hozzá a módszer, hogy kell létrehozni. És bárki létre tudja hozni. És nekünk vannak olyan tanulóink is,
akik 80 év fölött vannak. Ismereteim szerint a legidősebb az azt hiszem 87 vagy 89. És csapatot akar létrehozni. Annyi idősen. Na most akkor te fiatalabbként, meg ez ehhez itt állsz. Akkor valami ott belül még nem teljesen tiszta. Tehát akkor nem hiszed te kellőképpen, hogy te fényküldött vagy. Mert ezt nem hinni kéne, hanem tudni. Tehát azok az emberek, akik szellemileg nem nyitottak, azok nem fényküldöttek. Akik valamennyire nyitottak, az mind fényküldött. Csak nem tudják. Tehát ebből lehet megismerni a fényküldötteket. És nem az a szellemi nyitottság, hogy mondjuk az egészség területére nyitott, az nem szellemi nyitottság. Tudod, hol kezdődik a szellemi nyitottság? Amikor az ember a teremtői dolgokra nyitott. Tehát a teremtői dolgokra. Tehát a földön túli dolgokra nyitott. És amikor már az ilyen földön túli dolgokhoz hozzá tud valamit szólni. Mert az, aki nem tud hozzászólni ez a földön túli dolgokhoz, hát az nem fényküldött. Az azért van itt, mert ide lett deportálva. Nem saját szabad akaratból jött. Hanem azért, mert vagy ártást követett el, ahonnan jött, mint lélek, értsétek így. Ide tartozik a lustálkodás is, a lázadozás is. Ide tartozik a olyan cselekmény, amit bezzegő nem szeretett volna, hogy vele elkövessenek. És akkor ide küldték, hogy jó, akkor itt csinálhatsz ilyen dolgokat. Aztán már meglátod, hogy fogod magad abban érezni. Hogy megéld az igazán rosszat. No, úgyhogy, ha összefoglalnám az egészet, akkor én kaptam egy olyan képességet, hogy képes vagyok arra, hogy a fényküldötteket tanítsam. És ez az egyetlen fényküldött tanító bázis a bolygón. Jó, úgyhogy maradjunk ennyibe. Köszönöm szépen a figyelmeteket, bármi kérdésed van, nézz utána a neten, vagy kérdezd azoktól a személyektől, akit itt ismersz, és mármint úgy érted, hogy vezetőd, vagy szerveződ, vagy igazgatód. És gyere közén tanulni. És segítünk abban, hogy neked is legyen csapatod, hogy tényleg tudj az embereken segíteni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. 20 perc szünet után pénzteremtő coach képzésünk lesz, ebben lépünk tovább. Mi az utolsó 3 alkalom van még, ugye a pénzteremtő coachból. Mindenkinek szép estét, szép délután, vagy nem tudom, hogy lehet ezt az időszakot nevezni, már estében hajló időszak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!